Hatalmas faállvány az egykor étteremként működő épület előtt. Eddig át lehetett sétálni alatta, most azonban kerülni kell. Lázasan folyik a munka ugyanis a Huber házként is hívott épületben. Részleteket Vörös Márta főépítész árult el híradónknak. A Huber ház egy izgalmas, érdekes munka. Ezt vártam és tudtam is, hogy ez lesz, hiszen ez egy régi épülete, korabeli kanonok háza az érsekségnek, és azt is tudjuk, hogy a pince szintje egy olyan boltozatos pince, amely lehet, hogy valamilyen középkori maradvány, akár egy kolostor maradvány, ugye többféle leírást olvastam meg, elmélkedést már erről. És ahogy a felújítást elkezdtük, szó szerint mondhatom azt, hogy centiméterről centiméterre haladva bontunk és építünk. Mely alapos munkának az eredményeként kerülnek elő azon falrészek, fülkék, egykori ajtók és ablakok, amelyeket 1730-ban építettek. A felújítás során céljuk az eredeti állapotok visszaállítása. Ezért is lehet látni, hogy az utca felől elbontottak a korabeli nyílások, amit az étterem működés idejében ismertünk, és a négy ablak helyett kettő került vissza. Azért, mert a legelső barokk épületnek ezen az oldalán csak ez a kettő nyílás volt. Azt is tudjuk, hogy a Tomori főiskola, ugye régen a nagy szeminárium felé eső oldalon, de ez a kis bővítés nem létezett, ott is ablakok voltak. Vagy a pince szinten most nyitunk olyan pince ablakokat, amelyek eredetileg ott voltak, csak befalaszták őket. A főépítész elmondása alapján a 80-as években az étterem kialakításakor nagy szerkezeti károkat okoztak az épületben, mely által statikusan is megromlott. Ezeket is javítják. Nagy gerenda tartja az épület jelenlegi tetejét. A tetőcsere is folyamatban van. Ez pontosan úgy fog visszaépülni, ahogy azt annak idején építették. Most alatta, ugye ez a tetőszerkezet teljesen szétcsúszott, szét is rohadt, ugye több helyen beázott, de szétnyomta a falakat, pontosan azért, mert ezek a közbenső szerkezeti falak károsodtak. Majd még nem most, tehát még az idő nem érkezett el. Először is egy födémet kell majd készíteni, aminek a terhordó fal szerkezet rendszere most alakul ki lassan. Úgyhogy ez egy lassú folyamat, de én szeretném ebben az évben ezt fedés alá helyezni, ezt a házat. A rekonstrukciót követően ismételten étteremként működhet tovább az épület.